Még a vizes aszfalton is látszanak a rendőrségi felfestés nyomai. Itt ebben a Decsi kanyarban szombaton történt súlyos baleset. Egy autós biciklist gázolt el. Egy 58 éves csényi férfi közlekedett Decsen a vasútállomás irányából, a Terv utca irányába, amikor nem adott elsőbbséget a védett úton közlekedő kerékpárosnak, és a két jármű összeütközött. A kerékpáros elesett, és az elsődleges információk szerint súlyosan sérült meg a balesetben. Zomba és Bonyhád között egy 68 éves férfi lesodródott a kocsijával az útról, hogy mi okozta a balesetet egyelőre nem tudni. A jármű egy fának csapódott, az autót vezető férfi súlyosan megsérült. Tolna Németh és Simontornya között pedig egy 21 éves nő szenvedett balesetet hétvégén. Ismeretlen körülmények között lesodródott az útról, és az árokba csapódott. A balesetben a jármű vezetője és utasa is az elsődleges információk szerint könnyebben sérült. Ezeken a baleseteken kívül a hétvégén a rendőröknek még 6 esetben kellett kisebb koccanásokhoz vonulniuk. Azoknál az eseteknél senki nem sérült meg.